Kassai Ferenc, Budafok Tétény polgármestere és Dyi Németh Erzsébet főpolgármester helyettes együtt leplezte le a nemrégiben restaurált Nepomuki Szent János szobrot. Ő egy mártír halált halt gyóntató volt, és azt gondolom arra tanítja a ma emberét is, hogy ami a feladatunk, ami a dolgunk, ami a hivatásunk, azt nagyon-nagyon komolyan kell tenni, és nagyon komolyan kell végezni. Természetesen ma már nem követel ilyen áldozatot tőlünk, mint Nepomuki Szent Jánostól az, hogy ő a gyóntatóként megőrizte annak idején a király feleségének a titkát. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományokat ápoljuk, és nagyon örülök annak, hogy itt Budafokon ennek a szobornak a restaurálását az a cég vállalt el, amelyik ezzel párhuzamosan most a Lánchidunkat újítja fel, ami szintén azt gondolom, hogy Budapest egyik jelképe. Hogy tetszik a szobor? Nagyon. Én nem láttam ezt a szobort, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy régen láttam volna. Nagyon szépen helyrehozta a restaurátor, és az meg külön érdekesség volt a számomra, hogy ennek a szobornak a két oldalán volt két angyal, de sajnos nincsenek már olyan emlékek, olyan képi emlék, amiből azt is restaurálni lehetett volna. Úgyhogy ezért is fontos, hogy vigyázzunk ezekre a meglévő értékeinkre, akár közterületen állnak, akár pedig bármelyik múzeumunkban. 1750 körül készülhetett puha mészkőből a szobor, melyet a 18. század végén helyeztek a barokk tér közepére. Varga Zoltán Zsolt eddig 38 nepomuki szobrot restaurált országszerte, ez volt eddig talán a legnehezebb. Az egész szobor restaurálásának a legnagyobb nehézsége az volt, hogy nincsenek róla archív felvételek. Általában, ha restaurálunk, akkor azt kell mondjam, hogy a gyakorlatunk az, hogy 4-5, előtt esetben 10-20 archív felvétel áll rendelkezésünkre az emlékről. Ebben az esetben egyetlen kicsi 1920-as évekből származó képeslap, annak is sajnos csak egy részlete volt ez a szobor, tehát nem töltötte ki a teljes képeslapot. Ennek következtében szétestek a formák, ahogy megpróbáltuk nagyítani ezt a felvételt. Mennyi munkaóra van ebben a szoborban? Hát ezt nehéz megmondani, mert ezt nem órába mérjük. Azt kell mondjam, hogy ez egy hónapos munka volt négyünknek. Én voltam a vezetőkőrestaurátor, és 3 segédrestaurátorral dolgoztam együtt. A szobrot korábban 2-szer is restaurálták. Alapos kutatás után Varga Zoltán Zsolt apró változtatásokat eszközölt, hogy tökéletes legyen a végeredmény. Ilyen volt például, hogy a szobor lábain lévő szandát cipőre cserélte, mert Nepomuki Szent János nem szerzetes volt, hanem főpap. A fejét kisebbre faragta és más pozícióba helyezte, valamint a 2-es gallér helyét is korrigálta. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mi rendelkezünk egy 18. századi köztéri szoborral, és nagyon időszerű volt, hogy egy újabb felújításon átessen. 80-as években került sor erre utoljára. De ma, 2021-ben pedig különös jelentőséget nyer, ha mi szobrot újítunk föl, díszkivilágítást adunk a szobroknak, és szobrokat állítunk. Akkor, amikor az egész nyugati világban szobrokat döntenek le, és nagyon súlyos identitás háborúk öveznek szobrokat. Akkor, amikor a múlttal egy ellentmondásos viszonyba kerül egy közösség, azt szokták egy közösségi meghasonlásnak nevezni. Úgy vélem, hogy nekünk az a jövő útja, hogy szilárdan építünk a hagyományos értékeinkre, és így fogjuk megteremteni a fejlődésnek a lehetőségét. Számunkra a jövő, a fejlődés és az értékek őrzése az egymással nincs ellentétben. Ezt mi itt Budafok Tétényben meg is tapasztaljuk. A Híd ZRT a Hidak és Hídépítők napja alkalmából 8 éve minden évben felújít egy Nepomuki Szent János szobrot, idén Budafokra esett a választás. 2013-ban döntöttünk arról, hogy megünnepeljük minden évben a Hidak Hídépítők napját, és ehhez jött az ötlet, hogy van egy védőszentje a szakmának, ez a Nepomuki Szent Jánoshoz köthető. És hát a története is, amit most a szoboravatáson hallottuk, akár gyalaszpolitika is lehet egy cégnél is, akár a cégnek, vagy a dolgozóknak, hogy mindig betartjuk a szavunkat. Mindig azt csináljuk, amit mondunk, és hát ennek próbálunk megfelelni. A cégünk 70 éves múltra tekint vissza. Nagyon sok hagyományunk van, nagyon sok kolléga első és utolsó munkahelye. Nagyon sok olyan munkában veszünk részt, aminek azt gondoljuk, hogy történelmi
kulturális jelentősége is van, lássuk most például a Lánchíd felújítását. Úgyhogy ezek miatt, a párhuzamok miatt szinte természetes, hogy ilyennel is foglalkozunk. Mennyire lesz kihívás a Lánchídnak most a felújítása? Minden munka nagy kihívás. Természetesen a Lánchíd felújítása is az, de azért miután túl vagyunk a Szabadsághíd felújításon, vagy a Margit híd felújításán, hát erre most a figyelem nyilvánvalóan nagyobb. Műszakilag egyébként hasonló kihívás akár a előbb említett két hídhoz képest. Mi azt gondoljuk, hogy meg fogunk ennek felelni határidőbe, és a szokásos első osztály minőségbe fogjuk ezt is megoldani. A beszédek után Euler Gáspár plébános megáldotta a szobrot, ezt követően Hajdu Zsófia moldvai dalokat énekelt. Ringam a